egyáltalán létezik kereszténység, egyetlen egy volt a világon, és ez a magyar királyság. Na most, apostoli szint az magasabb, mint az önmagát apostolok utódjának nevező pápai szint. Nem én mondom, pápa által hivatalosan elismert Szent István legendában fogalmazódik meg. Tehát kell tudni, hogy ennek a nemzetnek mi a rangja. Most a Német-Római Birodalmat nevezték Szent Német-Római Birodalomnak. De a Szentnek a szintje alacsonyabb, mint az apostol szintje. Ezt tessék meg. Ez ilyen módon jelenik meg a Szent Koronán is, de bárkit meg lehet kérdezni, aki egyházunkban jártas, vagy dogmatikában jártas. Tehát az apostol és a szent, ez két különböző szint, és az apostol van magasabb. Tehát, ha apostoli királyság Magyarország, és nincs más apostoli királyság, akkor ezt tessék így megtanulni. És a magyar király akár van most koronázott magyar király, akár nincs, az definíció szerint apostol. Ilyen módon kell tisztelni. Ugyanehhez tartozik, Magyarország pedig a szűzanya országa. És ilyen sincs több. Tehát egyetlen ország, amelyiknek közjogilag definiált a kapcsolata a szűzanyasággal. És ez nem Szent István érdeme, mert Szent István már készen kapta. Honnan tudjuk? Szent Gellért egyenes beszámolójából. És mi azt is tudjuk, hogy hogy nevezték akkor Szűz Máriát a magyarok, mert Szent Gellért azt is leírja, hogy másképp, mint más nemzetek. És azt is leírja, hogy királynőjüknek nevezték. Tehát magyaroknak nem pátronája, hanem reginája Szűz Mária. Azt jelenti, hogy magasabb fok a királynő, mint a pátrona. Pátrona gondviselőt jelent. Minden királynő definíció szerint pátrona, de nem minden pátrona regina. Tehát ez fordítva nem érvényes. Ez azt jelenti, hogy megint egy olyan kiemelt szerepe a magyarságnak, amit nem kell meldöngetve állandóan minden dán pökhendinek az orra alá dörgölni, de tudni kell róla. Ilyen nincs, hogy ne tudjuk ilyen dolgokról. Hogy lehet az, hogy 100 000 magyar gyerek közül egyetlenet se tudja, egyiket se. Hát tessék tudni. És nagyon kell tudni a következőt, a Kárpát-medence egyenes Európa kerülős közepe. Tehát így nem kerülhet ki gyerek a középiskolából, hogy ilyen ostobaságot egy pillanatra is komolyan vegyen, hogy a mi országunk Kelet-Közép-Európában van. Ez egyszerűen maga az agyré. A mi országunk még a mai állapotában is Európa kedves közepe. Tehát ennél nincs közepebb közepe Európa. És ezt egy gimnazistának beadni, hogy ez Kelet-Közép-Európa, és hogy ez a gyerek ne jöjjön ide, és még ne pofozzon le a katedráról, akkor baj van ezzel az ifjúságban. Mert a földrajzórán látott már Európa térképet. Tehát pontosan tudhatja, hogy amikor ezt mondja neki a politikus, akkor a politikus hazudik. Amikor az igazgató mondja neki, akkor az igazgató hazudik. Ha a tanítóbácsi, a tanítóbácsi hazudik. Ha a kedves szülő, akkor a szülő hazudik. Tehát ennek a korosztálynak nem lehet már hazudni. Csak bizalmatlanná lehet tenni. Ide vonatkozó egy nagyon fontos könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Hollányi Károlynak hívják a szerzőjét, és az a címe, hogy a Kárpát-medence Európában. Az 1990-es évek elején adták ki, és hallatlanul fontos. Mert ezzel tulajdonképpen az összes szindrómát rövidre lehet zárni, mert közli egyenes idézetekben a Trianont előkészítő szakembereknek a szakvéleményét, hogy szabad-e felosztani a Kárpát-medencét, vagy nem. És itt kiderül az egyenes idézetekből, hogy minden egyes kiváló szakember, mert ezek tényleg kiválók voltak. A francia egyenes idézetben, az angol egyenes idézetben, az amerikai egyenes idézetben mindegyik arra figyelmeztet, hogy nem szabad felosztani a Kárpát-medencét. És mindegyik a maga módján indokolja, és az indokolások tökéletesek. Tehát amelyik politikai szempontból analizál, az leírja, hogy a tervezet szerint, amit nekik bírálatra kiadtak,
minden egyes utódállamban rosszabb lesz a nemzetiségi arány, mint a Magyar Királyság területén, ha megtartják szuverén egységnek. És ez így is van. Tehát minden egyes utódállamban rosszabb a nemzetiségi aránya, mint a Magyarság területén, vagy a Magyar Királyság területén volt. Na most, aki vízrajzi szempontból tárgyalja, az leírja, hogy ilyen nincs még egy terület a világon, ahol két apró folyócska kivételével mindegyik folyó bent ered, és végigjön a Kárpát-medencét. Tehát ez azt jelenti, hogy benn is marad, az egyedül a Duna kivételével, ami ezeket levezeti. Tehát egy vízügyi szempontból is tökéletesen önálló, és ezt ha megbontják, akkor mindegyik utódállam kihasználhatja ezt a Magyarság rovására. Kihasználják vagy nem? Hát talán, hogy kihasználják. És így tovább. És minden egyes tételben mértékadó, kiváló, ismert tudósok leírják, hogy nem szabad felosztani a Magyar Királyságot. Mi történt? El se olvasták ezeket az írásokat. Tehát bizonyított tény, elő se vették őket. Ott voltak a szakértő jelentések, tehát ugye a szakértés megtörtént, semmi befolyással nem voltak a döntésre. Tehát ezeket igenis meg kell ismerni, mert a franciák közt is vannak kiváló koponyák, bennünket igenis szeretnek, igenis szégyellik magukat a Trianon miatt, és akkor megtették, amit emberileg megtehettek, hogy ez az aljasság ne történjen meg. Nem rajtuk volt, hogy megtörtént. Ugyanez meg volt angolok között, meg volt amerikaiak között, és hát azt a súlyt, amit ez jelentett a világnak, ezek már nem tudják levenni a világról. Tehát itt már egészen más eszközökre van szükség. És akkor az utolsó, amit meg kell tudni ezeknek a gyerekeknek. Hát ez egy nagyon friss fölismerés, és ha sikerül megértetni velük, akkor egyszer s mindenkorra megszűnik az alapja annak, hogy vallási indokolással magyar ellen uszíthassanak. Ez egy egészen újkori fölismerés, ez tulajdonképpen egy erdélyi református pap fogalmazta meg, a írásos közlése még hátra van, mert még apró javításokat tesz rajta, de gyakorlatilag már publikálható. A legrövidebb időben interneten lesz, és folyóiratban is publikálni fogjuk. Ennek mi a lényege? Csak nagyon körvonalazottan mondom el. Jelenleg bármelyik pillanatban meg lehet osztani a magyarságot úgy, katolikusok ide, a protestánsok elvide. És még nagyon fejlett szellemiségű, értelmes emberek is elszólják magukat. Például így, hogy na hát azért Bethlen Gábor is nagy ember volt, pedig református volt. És akkor az ember úgy eltűnődik, hogy tudod-e, hogy mit mondasz? Egyáltalán tudod-e, hogy mit mondasz? Tehát ez körülbelül olyan, hogy egész jól néz ki, pedig hát már elmaradt az óra, mert ugye test is esődni tudom. Tehát valami, szóval minthogyha ez egy betegség lenne, mert őt így tanították. Ott amúgy ez egy jó gondolkodású valaki. És ő már föl is mondja a leckét, hogy nem szabad, hogy magyar ellen uszítsuk. De azért mondja. Mondja, mert nem figyel. Na most ez a barátunk, egy fiatal lelkipásztor, leírja az esetet, ennek a sumája következő. Neki van egy nagyon kedves gyerekkori barátja, aki katolikus. Már eleve teljesen kizár mindenféle ilyen elfogultságot, és ő történetesen római katolikus pappá szentettette magát, és az első miséjére, ami egy nagy ünnep, meghívta ezt a református papbarátját. Na most ő visszaírt neki, illetve fölhívta a telefonon, hogy akkor én vihentem el a feleségemet, mert hát nálatok nincs nősülés, tehát akkor ő nem fogja ott az a valami téged. Mire azt mondja, hogy tehát téged, nem tudom, én nem pártagyűlésre hívtalak, hanem lakodalommal, tehát nyugodtan hozd magaddal. Hát ezt ő úgy vette, mint egy tréfát. Ezek után elment ő a családdal, tehát a feleségével együtt, és következőket észlelte. Ez egy részletes leírás, tehát én most csak egy-két mozgatot mondok.
Hát az egész szertartás pontosan húzallott le, mint egy mennyasszony kikérés. De a szó legszorosabb értelmében. Tehát ugyanúgy elkérték a szülőktől, ugyanúgy búcsúztatták a férfi barátaitól, a családtagjaitól, és itt tovább, és itt tovább. Szóval egyszerűen nem tudták, hogy most hol vannak. Hogy most ez tényleg egy első mise, vagy pedig egy mennyasszony kikérő. Ráadásul tudjuk szoknyával, a sőt csipkésfehér szoknyával. Na most erről tudni kell, hogy ezt csak az első miséje viseli, majd utána az évfordulós miséken újra fölveszi, és utána ebben temetik el. Na most, aki kicsit a néprajzban járatos, vagy maga is éli ezt az életet, az pontosan tudja, hát ilyen a mennyasszony van. Hát pontosan erről van szó. Na most, az egész szertartás az valami döbbenetes volt, mert minden mozzanatában tehát hozták ugyanúgy a mennyasszonynak, tehát az első misézőnek, hozták az ajándékokat, de ugyanúgy és ugyanazokat az ajándéktípusokat, tehát lábosokat, tudom én, eszközöket, aztán ágyneműket, és itt a tökéletesen megfelel, mondom, egy lakodalmi előkészítmény. És maga ez a kis pap, tehát a plébános, most már frissen felszentelt téma, ő maga mosolygott rajta, hogy tulajdonképpen csak a mennyasszonyi tánc hiányzik. De egyébként minden mozat, és még egy nagyon érdekes, ezek abszolút hiteles, tehát szemtanúi leírások, hogy a családtagokat két szín alatt áldoztatta. Tehát vigyázzat, hát két szín alatt áldozni, hát ez csak a protestánsoknál szabad. De ezeket bizony egyiket a másik után szépen két szín alatt áldoztatta. Tehát nem csak a szente mostját, hanem a bort is. Megizmeltette belőle. Pontosan, mint ahogy egy mondjuk református, vagy evangélikus Isten tisztelte történelmét, vagy evangélikus nem tudom pontosan, de ahogy mondjuk egy református két szín alatti áldozáton történik. Tehát idáig a dolog megtörtént, és ezt elmesélte Hősik Lódon pap, és egy ott tartózkodásunk alatt. Na most azonnal fölmerült bennünk, hogy hát akkor ki itt a vőlegi? Tehát megvan a mennyasszony, megvan az egész mennyasszony kikérés, a teljes szertartán, de hol a vőlegi? És akkor persze mindenki ott volt egyébként a manáriuska, és tehát ez egy még egy ilyen első közelítés volt, és akkor az volt, hát természetesen Jézus Krisztus. És akkor bennem megmondott a kis örül, és mondta, hogy hát nem, bocsánatot kérek, nem. Miért nem? Azért, mert Jézus Krisztusnak van mennyasszonya, az kicsoda. Az az egyház. Ezt nem lehet kiváltani. Tehát nem a kis pap, de egyáltalán nem a pap. Igen, és az eklézsia. És ez egy teljesen tiszta ügy, tehát ez dogmatikailag egy tökéletesen kidolgozott rendszer. Na most akkor ki a vőlegény egy olyan kettősben, ahol a mennyasszony már megvan. És akkor egyszer csak esett egy tantusznak, ki a vőlegény. Hát a református pap. Csak ezt a kettőt mesterségesen szétválasztották. És ezek után egész sereg tantusz esett le, és már utána ő tényleg módszeresen kutatott az erre vonatkozó megnyilvánulások után. És következő derült ki. Azt mondja, mi felel meg viseletben a mennyasszonyi ruhának, amelyet az első áldozó visel? Mi felel meg? Hát a palást. És a palásnak milyen szabás mintája. Egy az egyben a cifra szűrő, de egy az egyben. Ugyanúgy hátul a csukja része, de ugyanúgy. És ráadásul itt ezt az előrészt ugyanúgy más anyagból készítik, mint ahogy a cifra szűrőn is. És a hímzés is a legnagyobb mértékben rokon a hagyományos református papi paláston. Na most, ugyanúgy kötik össze itt fölül, és ugyanúgy nem használják az ujját, mint a cifra szűrőt. Ráadásul kétféle cifra szűrőt különböztetnek meg, van a galléros és a gallértalan. És az archaikusabb az a galléros. És mit tetszik mondani a református papi palást milyen? Galléros természetesen.
Tehát itt már kezd valami kibontakozni, hogy az egyik oldalon női viselet, a nővel kapcsolatban.